éjszakák, nem hittem el, hogy másképp is lehet. Sláger Csokorral lépett fel az Alvégesi Nyugdíjas Egyesület Sényűn. Nem ők voltak az egyedüliek, akik szórakoztatták a mintegy 400 fős közönséget a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének kulturális seregszemléjén. Volt olyan kórus, amely citera kíséretében énekelt, voltak, akik cigány táncra perdültek, de egyéni produkciók is akadtak szép számmal. A kilátogató idősek az elmúlt másfél év megpróbáltatásai után a korábbi eseményekhez képest is felszabadultabbak voltak. Külön örülünk, hogy ennyi bezártság, ennyi időbezártság után újra együtt lehetünk, újra köszönhetjük egymást, és természetesen fizikálisan, mentálisan is a mai napot arra szánjuk, hogy egy kicsit töltődjünk, hiszen jól esik találkozni, és különösen ezen a településen, ahol ilyen szeretettel fogadnak bennünket, ahol a szociális szolgáltatók köszön munkatársai, illetve a vezetőóvónő, a képviselőtestület és nem utolsó sorban a polgármesterre mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát. A nyugdíjasok kulturális seregszemléjét minden évben megrendezik, a tavalyi évben azonban erre nem volt lehetőség. Az 1500 lelkes Sényű nem először adott otthont az eseménynek. Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb idősek találkozóját rendezzük meg, mert elmondhatom, hogy ez már a harmadik, és épp most beszéltem Magdikával, a szövetség elnökével, aki nagyon örült, hogy helyszínt tudtunk biztosítani, de számunkra ez nem csak öröm, hanem kötelességünk is, hisz nekünk is egy nagyon jó működő nyugdíjas civil szervezetünk van, és úgy gondoltuk, hogy hazai pályát biztosítunk számukra. Vinai Győző országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a nyugdíjasok, akik a magyar társadalom negyedét teszik ki, figyelmet és gondoskodást érdemelnek. A politikus hangsúlyozta, a Sényűn rendezett kulturális seregszemle valódi lehetőséget kínál arra, hogy az idősek megmutassák tehetségüket. Én azt gondolom, hogy a demencia ellen, az elmagányosodás ellen a legjobb az, ha találkozunk, beszélgetünk. Ha beszélgetünk, akkor a másik életéről ismerkedünk, megkapjuk az információkat, odafigyelünk, elmondjuk, hogy velünk mi történt, és barátkozunk. Tehát találkozunk, beszélgetünk, barátkozunk, és gyakorlatilag a kulturális értékeket is bemutatjuk egymásnak. A délelőtti és kora délutáni előadásokat követően az önfelett mulatozásé volt a főszerep Sényűn.